A tavaly nyáron Oroson történt gyilkosság a 2016-os év egyik legmegdöbbentőbb bűncselekménye volt. A romániai származású orvos az egyik orosi családi házban gyermekei szeme láttára lőtte le volt szeretőjét, a nő férjét pedig életveszélyesen megsebesítette. Az elkövetőt néhány nap múlva Romániában fogták el, kiadatása azonban még évekig elhúzódhat. Többek között erről az ügyről is szót ejtett a megyei rendőrfőkapitány csütörtöki évértékelőjén. Farkas József elmondta, szinte valamennyi bűncselekmény típusban csökkenés volt tapasztalható 2016-ban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a regisztrált bűncselekmények számában és a nyomozási eredményességi mutatókban is javított. 2015 évhez viszonyítva, hiszen most 2016-os esztendőt értékeltük, több mint 31%-kal csökkent a megye területén a regisztrált bűncselekmények száma, és 12.000 alatti számot tudtunk tulajdonképpen rögzíteni. Azért árnyalja a képet, ne felejtsük el, és nem akarok a számok mögé bújni, hogy az elmúlt esztendőben, amikor évértékelő volt 15-nél, volt három olyan ügyünk is, ahol mintegy 3000 bűncselekmény 15-öt erősítette. De ennek ellenére nyugodtan mondhatom, hogy még így is domináns a bűncselekmény számnak a csökkenése. Javult a megyei rendőrség nyomozási eredményessége is, ami azt méri, mennyi ügyet tudtak váddal befejezni. Ez a mutató tavaly 63%-os volt, és évek óta folyamatosan emelkedik. Farkas József tájékoztatása szerint 2015-höz képest tavaly csökkent a rablások, a lopások, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a lakásbetörések száma is, az emberölés viszont több volt. Az elmúlt évben valóban 8-ról 10-re emelkedett az emberöléseknek a száma, amely konkrétan megoszlásában 5 egyenes szándékú emberölést hoz, 3 kísérlet volt és 2 gondatlan, mert hogy ilyen alakzata is van. Természetesen nem tudunk minden emberölést megakadályozni, és ezek jelentős száma nagyon gyakran családi tragédiák. Egyéb más dolgok motiválják, ahol a privát szférában pláne más a lehetőségünk. Azonban az egyik legfontosabb, hogy most már második éve 100%-os a felderítési eredményességünk. Tavaly 6%-kal nőtt a személyi sérüléses közúti balesetek száma. 2015-ben 28-an, 2016-ban 30-an haltak meg a megye útjain, így az elmúlt évekhez képest sem javult a statisztika. A megyei rendőrség 2016-ban elvégzett munkáját kiválóra értékelte Papp Károly országos rendőrfőkapitány.